A szexárdiak fegyelmezettek, ezért a megbetegedések száma jóval alacsonyabb, mint a többi megyeszéken. A koronavírus viszont mostanra már mindenhol jelen van. A Tolnai megyeszéken a Mérei és a Kadarka utca idősek otthonában is megjelent. Ezt a város polgármestere jelentette be szokásos hétértékelő sajtótájékoztatóján. Ács Rezső azt mondta, a két intézményben összesen 46 gondozott betegedett meg, közülük 8-an vannak kórházban. A fertőzöttek állapota viszont kivétel nélkül stabil és kielégítő. Szeretnénk mi azt a jó, idézőjelben téve jó eredmény megőrizni, hogy a megye és a megyeszékhely a számokat tekintve viszonylag jó szerepel a vírus elleni küzdelemmel, szavazzal is így volt. Ács Rezső arról is beszélt, hogy az adóhatóság levélben értesítette az önkormányzatot arról, hogy az ilyen szexárdot képviselő Csötönyi László ismét kikerült a köztartozásmentes adózók nyilvántartásából. Pedig a törvény szerint egy önkormányzati képviselőnek nem lehet köztartozása. Csötönyi Lászlóról augusztusban derült ki, hogy hónapokig nem szerepelt a nyilvántartásban, vagyis hogy hosszú időn keresztül tudatosan megsértette a törvényt. Meg fogom a jegyzőrt kérdezni, kormányhivatalt kérdezni, hogy most, mint közülési hatáskörtés ellátó polgármester, mit tudok tenni annak érdekében, hogy a képviselőségekkel kapcsolatos pozitív képet visszaállítsam a városban. A sajtótájékoztatón elhangzottakkal kapcsolatban megkerestük Csötönyi Lászlót is. Szerettük volna tőle megtudni, nem tartja-e aggályosnak, hogy néhány hónap alatt másodszor sérti meg a törvényt. Ő viszont adásunkig nem válaszolt a kérdésünkre. A hétértékelőn szó volt arról is, hogy hétfőn megkezdődött az időseknek szánt karácsonyi csomagok kiosztása Szexárdon. A hét első napjáig 4827-en regisztráltak a programba. Szexárdon bár az elmúlt hónapokban javult a helyzet, még mindig gondot okoz, hogy az utcákon élő hajléktalanok gyakran inzultálják a helyieket, vagy közterületen fogyasztanak alkoholt. A polgármesteri hivatalon belül a probléma kezelése érdekében korábban munkacsoportot hoztak létre, amit Gyurkovics János, Szexárd alpolgármestere vezet. Ő most azt mondja, folyamatosan egyeztetnek a rendőrséggel, és a múlt héten például sikerült őt addig az utcán élő embert elhelyezni a hajléktalan szállón. Öten voltak, hajléktalan szállóra kerültek, a hajléktalan szállóról 3 fő tovább utazott Sárbogárdra, 2 fő jelenleg még a hajléktalan szállón tartózkodik. Gyurkovics János azt mondja, mindent megtesznek azért, hogy a nehéz élethelyzetbe került szexárdi hajléktalanok közül minél többen újra a társadalom hasznos tagjai lehessenek.